3,5 évesen kapta az első hegedűjét. Gyerekkori álmai között azonban ott szerepelt, hogy balettáncos nő vagy énekesnő szeretne lenni, de egy zenés családban természetesen a hangszereké volt az elsőbség. Később aztán, amikor már diplomás hegedűművésznő lett, megvalósulhattak az álmok, az ének lett a második hangszere, és táncolhat is mind a mai napig bőséggel, ahogy csak kedve tartja, és amerre csak a világ vezeti őt ebben a kedvelésében. Illényi Katica a mai főhősünk, itt lesznek a barátok, pályatársak, de most kezdjük a gyerekkorral. Kis hegedűnél és a kis csellónál Illényi Katica és Illényi Anikó. Hány évesek voltatok itt? Én voltam 10. Akkor én voltam 8. És egy remek Haydn társult hozzátok. Uh-huh. Igen. De kinek a műsorában? Cigány Györgyöt üdvözlök. Hogy kerültek a lányok ebbe a sorozatba? Úgyhogy hát születésük óta jól ismertük a Katicát, meg a többi testvérét is, mert az én feleségem, első feleségem, aki sajnos meghalt, Erika volt, de második feleségem is Erika, ez a hagyomány megvan. Tehát Erika az édesanyjával, Katival volt együtt a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, úgy ismertük meg, és akkor összejártuk, hogy gyakran voltunk vendégségben, gyakran kirándultunk együtt, és hát volt nekem ez a műsorom, hogy egy nyári nap Óbudán, amiben sok-sok gyerek gyűlt össze a városból, közben ilyen tüneményesen muzsikáltak, ahogy most egy kis részletet hallottunk is, úgyhogy ez egy ilyen szép nyári műsor volt, amiben a város gyermekei muzsikáltak, énekeltek, és hát élvezték a nyarat. Itt már ez egy megszokott dolog volt, hogy ti tévében szerepeltek, felléptek? Nem. Zenészként? Ez volt az első. Legelső felvétel az életet. A legjobb az volt az egészben, hogy ez a tanítási év utolsó hetében volt, és nem kellett menni suliba. Hogy nézett ki az Illényi családban egy átlagos nap? Ki lehetett igazodni ott a hangok tengerében, abban a házban, abban a lakásban? Hát édesapánk minden négyünkkel gyakorolt minden nap, tehát olyan nem volt, hogy nincs gyakorlás. Tehát szobáról szobára ment, gyerektől gyerekig, és ott minden nap, és azt hiszem, hogy szinte a nap egész, tehát a nap összes órájában szólt valami. Ha nem mi, akkor ő. Ő kezdte leghamarabb, tehát igen. Reggel mi arra ébredtünk, hogy az apu fölment a padlásra, hogy minket ne zavarjon, de hát persze hallottunk minden hangot, de ő volt a legszorgalmasabb szerintem, és aztán ahogy ébredtünk föl, úgy mindenki elkezdett. De hogy ébredtünk föl? Tehát én arra ébredtem föl, a Katicával, meg a Ferivel gyakorolt, skáláztatta őket, és ott verte az ágy szélét, hogy az ritmusban, emeletes ágy szélét, igen, hogy ritmusban, meg hogy ne legyen hamis, úgyhogy... A Feri járt a legrosszabbul, a legidősebb testvérünk, mert ő neki már iskolában menet előtt már skálázni kellett legalább egy 3/4 órát. Tehát én valóban a hegedű hangolásra ébredtem az Anikóval együtt, és tényleg az apu addig nyüsrölte a Ferit. Ezt mi már megúsztuk valahogy, nem tudom, lehet, hogy a szülőknek az energiája kicsit alább, hogy amikor az Anikó lett 3 éves, akkor mondtuk, na most akkor ő is kezdje el, és mondták, hogy jó, hát majd, de mondta, de miért? Hát már 3,5 éves, most már muszáj hegedülni, és akkor kiderült, hogy anyukánk azt mondta, hogy legyen már egy normális hangszer is a családban, így aztán ő csellózott, de nem értettük, hogy ő neki miért volt szabadsága 5 éves koráig, és aztán kiderült, hogy azért, mert a csellóba bele kell nőni. Thank you.
Csaba, mikor kapcsolódott be a gyakorlásba? 3,5 évesen, ugyanúgy, mint a többi. Azt mondta az apu, most akkor visszaáll a régi világra, hogy Csaba is hegedülni fog. Olyan volt, mint Bach korában egy muzsikus család. Mindenki zenél, édesanyjuk is remekül zongorázik, édesapjuk élete utolsó évtizedében elkezdett festeni, nagyon szép festményeket néztem, jelen voltam egy kiállításán. Egy olyan családot, aminél a művészet természetesen volt jelen. Mit szólt akkor az édesapátok ehhez, hogy neked vannak olyan kitörési vágyait, hogy balett, meg ének, akkoriban, nem gyerekkorban? Volt ez annyira újdonság, egyébként ők tehetnek róla, mert ugye az apu az operában játszott 40 évig, úgyhogy mi hetente többször is... Ott nőttünk fel, láttunk operákat, hogy énekelnek és táncolnak. És balettokat láttunk, hogy nekem ez volt a természetes, és én egész gyerekkoromban könyörögtem, hogy hadd balettozzak, de pont azért, mert látta az apu, hogy milyen tiszavirág életű ez a pálya, nem engedték meg a sok sérülés miatt. És aztán, mikor én elkezdtem mégiscsak ilyen olyan helyekre járni, énekelni, táncolni, akkor azt mondta az apám, hogy oké, fiam, diplomázz le, utána azt csinálsz felelem, amit akarsz. Ez egy nehéz dolog volt, hogy az édesapátok a mérce, és ő tanít benneteket? Hát az apúnak a természetet, te tudod a legjobban, egy kenyére lehet kenni, egy olyan kedves, aranyos ember volt, de a hegedű és a gyakorlás terén, és ezt te se úsztad meg, ott nem volt vita, tehát ott ő egy kőkemény, következetes ember volt, és tényleg addig levegőt se vehettünk, amíg nem volt meg a napi X óra gyakorlás. De ti szívesen is muzsikáltatok. Hát azért szemszívesen gyakoroltunk. Egyetek a padláson, másik a konyhában, a fürdőszobában. Ennyi gyereknek egy kis házban el kellett különböző helyekre bújni, nem? És a kis házban összejöttetek zenélni időnként? Volt. Tehát amikor volt mindenki együtt. Igen. Főleg nyáron a teraszon sokat kvártettünk. Igen, tényleg a teraszon. Igen. Azok van egy ilyen korabeli film, hogy hogy nézünk ki, hihetetlen. És a Csaba gyerekek. Akkor még olyan pici volt, hogy akkor kirohant ilyen kis 2 évesen a konyhába, hozott 2 fakanalat, és már ő is úgy csinálta. Mert csak 3,5 éves korában kapta. Ebben nőttünk bele, mi nem is, én az óvodában azon csodálkoztunk, hogy a többiek nem hegedülnek, mert mindenki játszott valamin. Mikor találtál önmagadra, amikor azt mutattad, hogy most már valóban tisztán a zenekedvért játszom, felhőtlenül, boldogan? Jó sok évvel a diplomám után. Tehát mikor már nem kellett hegedőórára járni, és úgy, akkor valahogy az ember, hát ez a 20 és 30 év között ez egy olyan csodálatos korszak, az ember akkor alakul ki, hogy igazából mit szeretne, hogyan, és ez a zenében is megnyilvánul, és ennek az útnak nincs vége, és most is érzem, hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább megtalálom magamat a hangszerben, mint ahogy te is, teljesen másképp játszik az ember jó pár évtized múlva. Van egy nagyon emlékezetes életed első tévé interjúja is, amit nem akárki csinált, hanem Vitrai Tamás. Majd belehaltam annyira. Miért? És nem a játéktól, attól, hogy beszélni kell. Hogy én még sose beszéltem emberek előtt. Én egész éjszaka nem aludtam, hogy mit fog kérdezni Vitrai Tamás, és én mit fog rá válaszolni. Nincs. Én most már nem tudom, hogy visszaadjam ezt magának egyáltalán. Már nem tudom, ezt a közönségnek kell majd eldönteni, hogy melyikkel hallgatják szívesebben, azért visszaadom. Egyet majd jön meg nekem, mert ez fölmerült itt bennem, megnéztem az arcokat is, legalábbis itt a nézőtéren. Hogy valaki, aki hegedű művész, nem féle attól, hogyha ilyenbe fog, hogy majd azt mondják, hogy tessék, na hova le nem adja magát? Én nem félek tőle. Igen?
Szóval, mert erre show műsort lehet építeni, valaki bravúrosan hegedül, énekel, táncol, steppel. Köszönöm. A betyárját. Gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez tulajdonképpen egy jövendőlése volt, ami aztán be is következett? Hát végül is bekövetkezett, de akkor én még semmit nem tudtam. Én nem tudtam, hogy azt se tudtam, hogy én valaha önálló koncertjeim lesznek. Én örültem, hogy lediplomáztam, és egy kicsit felszabadultam. Hogy is lettétek Katica? Én mindig Katica voltam otthon. És egyszer egy kollégám mondta színpadon, hogy már van Kovács Kati, van ilyen Kata, olyan Kató, de Katica még nincsen. És akkor azt mondta, hogy így fog fölkonferálni. És aztán így alakult ki a színpadon is a Katica. De az apu is a mamát Katicának hívta, és ezért volt a nagy Katica, meg a kis Katica. Ja, meg a szóta telefon. Katicát keresik, melyiket, a kicsit vagy a nagyot? Fred Astaire valamiért neked a fontos példaképet. Ó, hát Fred Astaire az mindent tudott. Az ugye hát elsősorban táncosként mai napig is példaértékű, de ahogy leült a zongorához, ő ugyanabban a stílusban és ugyanabban a életvidámsággal és precizitással zongorázott, és énekelt, és színész volt, és nekem mindig az ilyen emberek voltak a példaképeim, hogy így, ez, így minden együtt volt. Hogy motoszkált benned, és teljesedett ki egyre inkább ez a sokoldalúság, hogy a színpadon lehetőleg mindenféle helyzetben és módon jelen lenni? Hát ez nagyon egyszerű, mert úgy gondoltam például, hogy aki zenész, az ugye adott dolog, hogy énekel is, és én szégyeltem, hogy nem tudok énekelni. Tehát volt bennem egy ilyen gátlás, hogy ezt meg kell tanulni, és annyira érdekelt az ének technikának is az útja, ennek az elsajátításának az útja, hogy pont most pakoltam ki egy régi szekrényemet, és több száz audio kazettát találtam, melyben az énekóráim föl vannak véve, és el is kezdtem egy könyvet írni, csak aztán sajnos nem folytattam, hogy a nulláról hogyan jutok el odáig, hogy már az adott technikai probléma megoldásra találjon, amit most még nem tudtam megcsinálni akkor. Tehát több száz énekkazetta, és megvan még, és ugyanakkor ehhez párosult, hogy aki színpadra lép, annak meg kell tanulnia szépen koordinálni a testét, hát hiszen kiáll egy szólista, vagy akár csak elmond egy verset, akkor szépen álljon, mert különben bután áll rajtunk a fellépő ruha. És akkor így elkezdtem, beiratkoztam kezdő balettra 28 évesen. Mert azt mondtam, hogy ezek kell egy összkép, be kell csomagolni azt a kifejezés világot, amit én szeretnék közölni a közönséggel. Én úgy gondoltam, hogy ez kötelező egy színpadi embernek. Én a Katit egyáltalán nem zenészként ismertem meg, hegedűről nem is tudtam. Én azt láttam, hogy egyszer egy műsorban remekül népi ruhában operettet táncolt, azt hiszem a Farkas Bálinttal egy műsorban, és mondtam, hogy hát ez az, és akkor épp a Hét pofon című Aszlányi darabot rendeztem, ami a régi szívügyem volt, a Petőfi Színházba régen ment, és meg akartam újra csinálni. És kellett bele Miss Maisie Terbanks, Astor Terbanks, a milliómos Acél királynak a lánya. Nem akárki. Aki nem egy ilyen operett szerep, mert prózai szerep elsősorban, de nagyon jókat énekel benne, és nem egy édes bájos, hanem egy vadmacska, aki, tehát abszolút más, mint a Kati alapvető természete, és nagyon örültem, hogy egy ilyet is abszolút Kenterből vágott. Biztos, hogy ez alapvetően más? Hát engem ilyen jó kislánynak gondolnak sokan, de hát Anikó tudna mesélni, hogy én aztán mindent... Vadmacska is, nem? Világ életem, gyerekkoromban mindig fiú akartam lenni, tehát sziklamászás, fáramászat, ez a vagányság, ez bőven benne van, és hogyha ahol két fiú van a családban, ott a lányokat kapufának használják, úgyhogy igen. Tehát, fönn kellett maradni a küzdelemben. És hát mivel Fred Astaire szó volt, amit kedvenc, nekem is, hát a Fred Astaire idős korában komoly prózai szerepeket, Pokoli toronyban például prózai szerepet játszott, tehát ez is egy teljes. És gondoltam, hogy operett primadonnáként láttam, hát most akkor nézzük meg egy musical, ez egy korai musical volt, kicsit karcosabb, kicsit derbebb. Pisztolyjal jöttem be. Pisztolyjal lövöldözött, és aztán a végén szerelmes lett, és végigjárt egy utat. És nekem nagyon meghatározó az élmény, mert a Kalmár Magda játszotta a másik női szerepet, aki akkor már sikeres operaénekesnő volt, ott meg komikaként jelent meg, tehát ők ketten együtt szerintem nagyon jól kiegészítették. És akkor mi nem is tudom, hogy az öltözőben mennyit nevettünk a Magdával. Gondolom, el tudom képzelni. Fantasztikus csapat volt. Ez egy jól eső kirándulás volt neked, ami hát aztán szinte végleges kirándulás, mert ezek mind megmaradtak valahol. Hát ez fölért egy főiskolával. És a könnyű lepered, a hószagörös eső.
Emlékszem, hogy váratlanul este bementem a színházba, azt hittem zárva van, és Katica, akit én azt mondtam, hogy a plakáton Kati legyen, pont a darab derbsége miatt ott Katiként volt átkérva, igen, mert hogy ne legyen Katica, ne legyen édes, hanem legyen egy ilyen kemény csaj, amerikai csaj, és akkor azt látom, hogy éjszaka világos van a színpadon, és valaki bent steppel. Kati volt az, aki amikor volt egy kis luk, akkor ment és próbált, és volt egy szebb stólója, amit addig gyakorolt, amíg tökéletes nem lett. És ha már zenés színpad, akkor én azt hiszem, hogy pont tőlünk került Kati a Hegedűs a háztetőbe, ahol főszerepet játszott, aztán nem kellett megszólalni. Címszerepet, igen. Címszerepet, de hát igen. Jelen kellett végig lenni, és intenzíven hordozni a musical lényegét. Igen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó út volt akkor a színpadi jelenléthez. Ugye a Hegedűs a háztetőn, hát az is egy nagyon izgalmas korszaknak az együtt járója, vagy eredménye, mert ugye a Budapest Klezmer Bandben jó pár évig együtt játszottatok, és tulajdonképpen velük együtt kerültél a darabba. Így van, az egy nagyon vidám, és ez egy életszakasz volt, a Klezmer Bandbeni szólistáskodásom, hegedültem, énekeltem, konferáltam, és mikor megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor nekem a Hegedűs a háztetőn egy ilyen kis mesefigura volt az én elképzeléseimben, és valóban voltak olyan jelenetek, amikor szinte a főszereplő lelkét megszemélyesítve mindig olyan hangulatban hegedültem, amilyen a tevje volt, hol szomorú, hol vidám, és mindig kitaláltam valamit, hogy amikor vidám, akkor táncolva hegedültem, ezek úgy jöttek, nem bírtam magamba tartani, most egy pár tánclépést ne szerkesszek bele ebbe a szerepbe. És Kerény Imre nem nyírbálta meg. És Kerény Imre annyira zseniálisan, aranyosan hagyta, sőt kérte is, és nem korlátozott, hanem olyan jó tiszteletteljes kapcsolat volt köztünk, nagyon élveztem. Ez egy nagyon gyümölcsöző időszak volt azért. Igen, igen. Klezmer Bender, illetve ez a Hegedűs a háztetőn, hát egy nagyon-nagyon sok fellépés. Pontosan számra 150-szer másztam föl oda a magasba, félkézzel fogtam a hegedűt, félkézzel másztam föl oda ki a tetőre, és mikor először lenéztem, azt mondtam, hogy Jézus, én most itt elájulok, és aztán oda már úgy megszokta az ember. És azt hiszem volt az egész figurában valami szimbolikus, tehát ez az örök élni akarás, ez a kis gúny, meg egy kis önirónia, szóval végig, ami kell ott. Tehát nem lehet elfolyni az érzelmekből, hanem igen, ő játszik, és kíséri őket. Tehát igen, a túlélés szimbolizálta nekem is, és olyan szívesen bújtam bele ebbe a tevje kis lelke, vagy kis szolgája, aki mindig megy utána, mint egy hűséges kiskutya is zenél. Na és micsoda színészekkel? Így van, Huszti Péter, Dunai Tamás, több tevje is volt, és sose tudtuk eldönteni, melyiket szeretjük jobban. Semmiben nem hasonlítottak egymásra, és zseniális volt mind a kettő. Akkor, amikor a Hegedűs a háztetőt játszottad, és közben ugye a Budapest Klezmer Band, akkor hogy láttad magad, vagy hogy látod magad most így visszamenően, hogy akkor éppen már a színészség is kiteljesedőben van, a táncolás, és hát nem beszélve ugye a hegedű. Nekem az egy átmeneti korszakom volt az a pár év, mert én közben minden szabad estémet a balettteremben töltöttem, meg énekórákra jártam, és nekem már a klezmer előtt is volt egy életem, ugye operett és mindenféle zenés darabokban léptem fel, és egyszer föl is tettem magamnak a kérdést, hogy mit keresek én itt felnőtt fejjel a balettteremben, és az volt a válaszom, hogy nem tudom, de tudom, hogy nekem erre szükségem van. Nekem ezt valamilyen szinten el kell sajátítanom. Én készültem, de nem tudtam megfogalmazni magamnak valami tudatos célt, hanem úgy éreztem, hogy ez kötelességem ahhoz, hogy én színpadon perfekt
keresztül tudjak mondjuk a tervje körül táncolni. Ezek ilyen igazából az én összes hobbim egyszer csak kötelesség lett. Lennék én gazdag, mindig templomban ülnék, és nem a kocsi tetején. A tejfelt túrót hordja helyettem más. Szétosztok finom májat, jó puha bárheszt mindig az ünnep idején. Jöjjetek csak, nyitva lesz a ház. Jaj, ha gazdag lennék, egyezzünk meg, Istenem Uram, osztozzunk meg azon, ami van. Száz dicsőség néked odafent, s nékem egy kis pénz itt lesz. Újabb vendégek érkeztek most Illényi Katicához, akik nagyon-nagyon fontosak, és hát ha Silló Istvánra néztetek, akkor úgy gondolom, hogy a legrégebbi ismeretség közöttetek. Ez így van. Mert hogy? Valamikor a tínédzser korban kell keresgélnünk. Te még nem is voltál 15. Mert te voltál a legfiatalabb a konziban. Én rosszabbat mondok, hogy még nem voltam 14. Komolyan? Korengedménye. Szeptember 1-én bementünk a gimnáziumba, és szeptember 13-án lettem 14. Idáig ért nekem. A nagymamája kötött pulcsiában vajszínű és piros pelenka mintás széllel. Ezt csak a nők tudják megjegyezni. Igen? És az a legeslegjobb barátok voltunk végig a konziban, állandóan együtt zenéltünk, mindenhova együtt bumlisztunk, és ez azóta is tart. Az biztos, hogy ugye a Budapest klezmeres korszakot Hegedűs a háztetőnt lezárva, most éppen ott tartunk Illényi Katica életében, hogy önálló útra indul. És ha te már ilyen jól megjegyezted, hogy miben volt Silló István, én azt gondolom, hogy neked nagyon-nagyon fontos a látvány. Hogy mi a körítés, hogy mit látunk, hogy miben jelensz meg a színpadon. És ezért Andrea is felelős. Hogy találtatok egymásra? Nagyon érdekes, Ungár Anikó, a bűvész, ajánlotta nekem, mert addig az Anikó segített nekem a ruhák megtervezésében, nagyon jó érzéke volt hozzá, és aztán egyszer el volt foglalva, nem ért rá, és ajánlotta nekem az Andit. Hát, és azóta mi elválaszthatatlanok vagyunk. Andrea, hát az... milyen Illényi Katica világa? Ki kellett találni, plusz hozzá kellett tenni, vagy azért ő neki volt erőteljes elképzelése? Katicának mindig vannak erőteljes elképzelései. Minden egyes koncert az úgy benne van az ő kis lényében, és azokat így, van egy belső kép, amit ő így lát, amik nem feltétlenül fix dolgok, és nem jelenti azt, hogy ő nem nyitott új dolgokat befogadni, de akkor, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor ugye volt egy olyan periódus az életében, amikor ugye nagyon nyitott volt a változásra, ugye akkor volt az első Thália koncert, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt arra, hogy az esetleg, amiket ő előtte használt és berögzült formavilágon, egy kicsit változtassunk. Óriási volt, hogy annyira láttam rajta, hogy ő jól lát meg, hogy amikor próbálunk egy ruhát, picit ennyit csinál, és ki van cserél. Tudod, amikor nem tudod, hogy mitől nem áll jól a ruha, mi a baj, hát azért, mert, és már abban a pillanatban. Tehát ő látja az ember lelkét, és ő úgy tervez, hogy például én meg elvittem neki a zenémet, azt hallgatta, miközben elkezdett gondolkozni a jelmezeken. Azt gondolom, hogy most, akik itt ülnek meg, akik majd még jönnek,
vendégeid mindenkinél ez kulcs szó, hogy hinni, bízni a másikban, és olyan mélyen ismerni, hogy aztán lehessen majd közös akár nevezőre, vagy kompromisszumokra jutni. És Bunczik István is egy ilyen kapcsolat, mert egy ilyen nőt, aki ennyi mindent művel egy fellépés alkalmával, ugye most már önálló művészi pályáján, hát azért igencsak bizalmi feladat kísérni. Igen, én ezt úgy gondolom, illetve úgy nevezem én ezt, hogy világok. Tehát egy zenei világban nagyon sokféle zenei világ létezik. Azt hiszem, hogy ő sokféle, hogyha ezt mindegyiket egy-egy bolygónak neveznénk, akkor ő már több bolygón volt. Tehát és gyakorlatilag én is ugyanez a típus vagyok, hogy nagyon sok világban működöm egyszerre. Tehát ugyanúgy a jazz, a klasszikus, a népzene, bármi jöhet. Lényeg az, hogy valamilyen szinten passzoljon mindenféle módon a saját elképzelésünkhöz, és szerintem ebben te is így van. Sose felejtem el, amikor először meghívott engem a Miskolc Dixieland Band, ő volt ugye zongorista, az István, és az első próbán kiderült, hogy így fejből mondta a harmóniákat, mondta az akkordokat, és azonnal kísért mindent is úgy, ahogy nekem tetszett, és pont jött egy felkérés Miskolcra, ahol azt mondták, hogy egy zongoristával kéne megoldani, és mondtam, hívjuk az Istvánt. És még nem tudtunk egymásról semmit, és azóta mi elválaszthatatlanok vagyunk. Már mindent úgy játszunk, hogy egy kis szabadságot, vagy amit már százszor eljátszottunk, nem azt mondom, hogy klasszikus darabot, de mondjuk egy tangót, akkor összenézünk, és akkor elkezdek úgy játszani, hogy direkt más hangokat, mint amit ő megszokott, és akkor fülig ér a száj, és jön velem. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, to sing God's praise. And then we first began. Mint ahogy ő is nagyon sok emberrel dolgozik, én is nagyon sok emberrel dolgozom, de azt mindig nagyon imádom, amikor ő kerül elő a naptárban. Na és miért imádod? Hát... Halljuk. A Katicában az a jó, és ez szerintem csak a barátságunknak köszönhető, meg a Ides Tova nagyon sok éves mély szellemi és érzelmi együttlétnek, hogy én is biztonságban vagyok, amikor ő jön. Tehát, és ezt nem kell félreérteni, tehát egyáltalán nem tehát nehogy valaki félreértse, nem unalmas, hogy ismerem x éve, és biztonságban érzem magam, hanem, hogy tök jó. Tudom, hogy vesz levegőt, tudom, hogy mit fog csinálni, és mégsem úgy az van, hogy mindig ugyanaz és ugyanaz történik, hanem mindig egy kicsit más. Egyszer kérdeztem tőle valami zenei dolgot, hogy ha ebben a darabban úgy csinálom azt a zenei frázist, hogy, és elkezdtem magyarázni, és néz rám ilyen így, na most miért nézel így rám? Katica, ismerlek, mit tudom én, hány éve, hány évtizedet. Azt csinálsz, amit akarsz. A hegedű a jazzben mindig egy ritkaság volt. Különösen a kezdetek idején alig volt a világon egy-kettő ismert művész. Ezt csodáltam Katicában, ez leginkább. Arról nem tehetek, hogy lány vagyok. De azt még külön akartam kihangsúlyozni, hogy azon kívül, hogy a jazz hegedű is ritka, a női jazz hegedű is, meg aztán, hát azt nagyítóval kell kérni. A női jazz zenészek nagyon kevesen is. Van. Igen. Ezt nem tudom, miért van, de így van. Igen. Nem tudom, ez így alakult ki, ez a hagyomány. Hát viszont, ha valaki jól játszik jazzt, nő létére kiválóan hegedül, hát az itt van velünk szemben, Katica, és el akarom mondani... De veled? Ezt.
Köszönöm szépen. El akarom mondani ezt a nagy pillanatot. Itt van az idő, ami megismerkedésünk története, ami tulajdonképpen nem volt olyan régen, hát jól emlékszel. 12 évvel ezelőtt történt a Miskolci Színházban, ahol Dixielandest volt, és az egyik félidőben te játszottál, te voltál velük? A szólista a miskolciakkal, Miskolci Dixieland Banddel, a másik félidőben pedig én a szegény megboldogult Benkó Sanyival, a Benkó Dixieland Banddel. Addig mi személyesen soha nem találkoztunk, ám bár látásból meg hallomásból jól ismertük egymást. Soha nem felejtem el, amikor ott a színpad háta mögött a fél homályban összetalálkoztunk, és mintha ezer éve ismernénk egymást, egymást nyakába borultunk, és a barátság azóta is a legfelső fokon. Bravo! Az ó szóle miót még soha nem hallottam így levegőben elbeszélve, de természetesen szó nincs itt arról, hogy levegőbe beszélés, hiszen ez egy nagyon komoly tudomány és hangszer. Teremin, ugye egy orosz tudós, aki aztán kém volt, és vitte ezt a fantasztikus hangszert a világba, talán kém tevékenységet folytatva, de ennél sokkal többet tudsz erről, kedves Katica. Hogy fedezted fel ezt, vagy hogy kerültél közönségében a hangszeren? A YouTube-on láttam egészen véletlenül, mert mindig rengeteg zenét hallgatok, és amikor láttam ezt a hölgyet tereminezni, akit életemben először felfedeztem, azt hittem, hogy énekel, de olyan magasságokban énekelt, hogy azt mondtam, nem létezik hormonálisan, nincs ilyen hang. És akkor oda volt írva a videó alá, hogy teremén, és akkor beírtam a keresőbe, mi az, hogy teremén, és akkor láttam, hogy hát persze, hogy nem énekelt, hanem játszott. És akkor már egész éjszaka nem aludtam egy percet sem, mert annyira izgalomban jöttem, hogy mondtam, Istenem, még itt valami újabb dolog. Éreztem, hogy annyira ez hatása alá, hogy ez kell, mert olyan úgy szól, mint egy vonós hangszer, meg úgy szól, mint egy emberi hang, és mind a kettővel foglalkozom. Én ezt, ha nem próbálhatom ki, akkor megbolondulok. Egyébként 1919-ben találta föl az orosz fizikus és csellista, Leon Teremin, a feltalálóról kapta a hangszer és a nevét, és úgy kell elképzelni, hogy mivel ez egy elektromos hangszer, bekapcsolom, és a hangszer két oldalán levő két antenna között létrejön egy elektromágneses tér, és ahogy ebbe a térbe behelyezem a kezemet, úgy meg tudom változtatni a hangmagasságot és a hangerőt. És hát iszonyatos türelem kell hozzá, mert ugye semmiféle vizuális segítség nincs, nincs rajta billentyű, mint a zongorákon, vagy beosztás, mint a gitárokon, tehát az egyetlen egy kontroll az az emberi fül, ami ugye hát segít abban, hogy hol vagyok egyébként. Olyan, mintha egy láthatatlan húron kéne játszanom, láthatatlan térben, láthatatlan hangokat. Engem lenyűgöz, mint minden olyan újdonság lenyűgöz, ami a előadó művészetben előfordul, és ráadásul azért is nyűgöz le, mert ebben a pillanatban is bebizonyosodik, hogy ha valaki professzionális szinten van a hangszerén, mint előadó művész, vagy mint táncművész, vagy mint énekes, akkor tök mindegy, hogy mini játszik, ugyanúgy kell vele bánni, és ugyanúgy kell kísérni.
Erre a körre azt gondolom, hogy állandó megújulás és folytonos tanulás, és akkor itt nézek rögtön az ének tanárodra, vagy akivel folytonosan dolgoztok a hangképzésen. Nehéz eset? Hát egyáltalán nem. Mernél másrészt. Másrészt nagyon vidáman zajlanak az énekórák, tehát tényleg állati jobban vagyunk. Én egy amerikai módszert tanítok, az a neve, hogy beszédszintű éneklés, és Katica azzal keresett meg annak idején, hogy ő ezt nagyon szeretné megtanulni, és így hát így keletkezett, vagy így alakult közöttünk ki egy állati jó barátság, és hát ez keményen kell dolgozni a gyakorlatokkal, és én azt hiszem, hogy ez sikerült neki. Ő régen operettet énekelt, tehát egy teljesen másfajta énektechnikával használta a hangját, és én nagyon örülök neki, hogy tényleg le tudtuk tenni ezt az asztalra, ezt a fajta eredményt. Hát egy másik stílust, most az ember most így már válogathat, egyféleképpen ment, de most már megy többféleképpen. Elvittem hozzá egy felvételemet, és mondtam neki, én azért jöttem ide, mert itt van ez a felvétel, minden hang tiszta, minden hang ritmusban van, minden a helyén van, és mégis annyira jól nevelt, csinálj már velem valamit. És nem mond, mit csinál. Mondd! Igazából egy-két ilyen kis ajtót megnyitott, és egy olyan fajta bátorságot adott nekem, ami egy ilyen kis picike dolog hiányzott ahhoz, hogy olyan műfajokhoz és olyan dalokhoz merjek nyúlni, amiket korábban nem is hittem volna, hogy egyáltalán képes legyek egy gospelt vagy. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy valaki tudja magáról, hogy ő most jól nevel. Tehát amit az elején mondtál itt a beszélgetésünknek, hogy az ember folyton elégedetlen, ez viszi tovább. Igen. Valójában, tehát ne legyen jól nevelt, mert hogy milyen ez az Illényi Katica Árpád. Itt azt hiszem, hogy ha már itt a hangképzésről, akkor most a testképzésről is szót kell ejteni. Hát ugye értelemszerűen itt a step tánc volt a mi fő vonalunk, bár 25 éve ismerjük egymást, még egy osztályban jártunk, valamikor színész nagyon régen. Képzőben. Igen, egy színészképzőben. Ami a legfontosabb volt a Katicában, és a mai napig számomra a legnagyobb tiszteletet vívja ki, hogy tehát tudja mi az, hogy gyakorolni. Tehát egyszerűen nekiáll és gyakorol. Tehát én ezt a fajta alázatot és munkamániát én gyakorlatilag keleten tapasztaltam, csak pedig ott tényleg aztán kockák. Akkor 3-4 órát beletol naponta, és fölhív, és hogy kell csinálni, és mit kell, és jó, ez így, Tehát én nekem a Katica az mindenféleképp ebből a szempontból etalon, hogy a mai napig nekiáll, és a végtelenségbe tud gyakorolni. Ilyet ritkán lát az ember. Tehát amit a Katica beletól ebbe a dologba, az még egyszerűen félelmetes. Én már sokkal régebben ismertem őt, mint ő engem, és mindig azt hiszem, hogy hihetetlen, hogy most steppel, aztán átlép oda, énekel, aztán hegedül, meg millió műfaj, és ez, aki benne van ebben a szakmában, az tudja, hogy ez nagyon-nagyon nem játék, és ezek az átjárások egyáltalán nem természetesek, az meg főleg nem, hogy egy klasszikus indítatású valaki egyszer csak neki kell jazzelni, mert azt tetszett a legjobb, hogy nem hiszem el, hogy improvizál. Aki zenét tanult, vagy valamennyire benne van, az tudja, hogy iszonyatos nagy a különbség a kettő műfaj között. Ugye a klasszikus zenészeknek kirakjuk a kódot, tehát egész életük arról szól, hogy ezt minél jobban eljátsszák,
A jazzzenészek pont fordítva, tehát kirakjuk a kottát, és akkor nagyon nagy baj kezd lenni. Tehát általában... és mindent játszol, csak azt. Igen, nekünk ez a dolog zavaró, meg amúgy is ott a karmester megmondja a klasszikusban, hogy mi a tempó, vagy a partnerek, nálunk ott a metronom, és azt tartani kell, és a Katica füldik mind a kettőben, és ez a szorgalom dolog, ez nagyon nagy. A legnehezebb megtanulni az összes technika és gyakorlás mellett az, hogy az ember ismerje a saját testét, és folyamatosan ismerkedünk még inkább a saját testünk, a határainkkal, hogy meddig lehet ez tényleg saját magunkkal, és az, hogy az energiádat behozd, azt mindannyian tudjuk, hogy az a legeslegnehezebb az összes közül. Mirtil is sokat bólogatott az elhangzottakkal kapcsolatban. Ugyan, én hiszek a szorgalomban, mondjuk engem is elég szorgalmasnak neveltek, és lett azért eredménye, szóval ez azt hiszem, hogy elengedhetetlen, ha valaki jól akar valamit csinálni, és itt tényleg számomra is egy ilyen szájeltátás, amikor mondjuk a tereminél, ahol nehogy megmozduljon a kéz picit másfele, nehogy megremegjen, mert megremeg a hang, lemegy egy ilyen dal, és utána halálkönnyedséggel elkezd hegedülni, és akkor ezt a kéznek hogy? Hogy adja ezt az impulzust, hogy egy pillanatban még meg sem mozdulja, a másik pillanatban de, meg de a legkönnyebb. De pont azért, mert az egyik nagyon fejelmezett, a másik meg végre elalazulhat. A mi kapcsolatunk olyan, hogy nem ez a minden héten beszélünk, de amikor igen, tehát amikor összeakadunk, akkor, és itt nem esett még most szó arról, hogy Katicának nagyon a személyisége, hogy én azt gondolom, hogy 1000 éve ismerjük már egymást, mikor összetalálkozunk, és aztán eltelik lehet 1-2 hónap, hogy csak mondjuk írogatunk egymásnak, hogy mi van veled, hello, és aztán megint összetalálkozunk, és megint olyan, mintha milyen mélyen ismernénk valamit egymásból tudnánk, mert nincs elakadás, legalábbis én azt érzem, hogy... És amikor életünkben először duettesztünk, azt nem kell próbálni. Hát nagyon összejátszottuk, és az egy... Hát valahogy jól érezzük egymást, pedig tényleg máson nevelkedtünk föl zeneileg, tehát nem lehet mondani, hogy ilyen egyalomból indult társaság, de mégis azt gondolom, hogy egy egyalomba beleértünk valahogy. Vevők vagyunk egymásra. És egy emberileg is. Péter, nektek ilyen születésnapi bulijaitok vannak autópályán? Vagy... Hát nem mi akartuk. Tényleg úgy jött ki mindig. Úgy jött ki, hogy a Katicának egyszer csak szülinapja lett, és valahogy bekerültem abba a buszba egy áfonya. Az első, az még a szülinap előtti Katalin nap volt. Hogy Katalin nap volt, igen, egy áfonya bekerült már, mint nem gyümölcs formájában a buszba, és akkor egyszer csak meg, de jött a revans, mert nem tudom, hova utaztunk, de arra kifejezetten emlékszem, hogy az Inácsi megállóba egyszer csak egy tojás rántott a mellett, megköszöntöttek a szülinapomon, igen. És ott hagytam a pálinkát, az ajándékpálinkát, ezen is üzenem az Inácsi. Ezt is most tudom meg. Hát ez a triónak is van születésnapja, tehát ezért ott is vannak. Hát igen, ez egy ilyen bolond dolog ez a mi életünk szerintem. Olyan jó volt itt találkozni hirtelen mindenkivel, mert szerintem nagyon fontos, hogy nyilván egy nagyon nagy kőszer, hogy a hasonló emberek szeretik a hasonlóakat is. És már én is úgy vagyok, hogy a Katica, hogy az ember már tényleg csak avval szeretne bármit csinálni, akár csak egy kávét meginni, akivel tényleg abszolút igaz a kapcsolat. És amikor ez sok embernél van így együtt, az egy utolérhetetlen dolog. Szerintem a közönség ezt is érzi, hogy mi fölmegyünk a színpadon, mi pontosan ugyanúgy barmolunk már elnézést, de közben nagyon komoly munka folyik, de nem lehetne ezt ilyen karótnyelten jól csinálni, hanem úgy élvezzük együtt. That's why I have true victory every day.
azért vannak neked újabb mániáid, vagy örök mániáid, mondjuk például a tangó. Beiratkoztam argentin tangózni egy kicsit, csak hogy nem gondoltam, hogy attól jobban fogom hegedülni a klasszikus tangókat, de arra gondoltam, hogy micsoda dolog, hogy olyan zenét játszom, miközben soha nem próbáltam ki, hogy milyen életérzést tangózni, és hát időm, ha engedné, de mindenkinek javasolom, hogy na hát az egy tényleg egy narkó. És egy úti terv? Jövő tavasszal koncertezhetek Argentínában. Úgyhogy ott szeretném az utcán kipróbálni a tangózás. Na jó, azért voltál Vietnámban is, tehát azért te mindenbe belevágsz, és ahol valaki zenél az utcán, azért az... Igen. Oda csatlakozik. Hát Vietnámban sétálunk, sok helyen jártam, de a Vietnámban tényleg azt éreztem, hogy most rettenetesen messze vagyok, borzalmasan messze, és akkor egyszer csak egy utca zenész ott énekelt, hogy hát biztos, hogy odaültem mellé, és már ketten énekeltünk, és azonnal létrejött ez a zenész haverság. Úgyhogy szerencsére sokat utazom, és az emberek, a közönség mindig ugyanolyan, és hihetetlen, hogy a darabnak ugyanazon a pontján kezd el tapsolni, vagy ugyanazon a pontján hatódik meg, vagy érzékenyül el, vagy nevet föl. Az emberek világon mindenütt egyformák. Volt olyan szerencsés helyzet, hogy a négy illényi testvér is felléphetett. És volt olyan koncert, amit édesapátoknak ajánlottatok. Ez volt az a koncert, sajnos ő már nem élte meg, és én sokat gondolkoztam, hogy ez miért van így, de hát az élet úgy hozta, hogy akkor jutottunk el olyan szintre, hogy képesek voltunk szakmailag összehozni egy fedél alá a koncertet, ez 2010-ben volt, és ez egy mérföldkő volt az életemben, hiszen ugye együtt nőttünk föl, együtt gyakoroltunk, együtt éltük meg a gyerekkorunkat, és ugyan szét vagyunk szórodva a világon, de egy év nagy szervezés és organizálás után sikerült a Műpában föllépnünk, úgyhogy az egy meghatározó, az ilyen szívszorongató lelki és zenei élmény volt számunkra. Mondtál egy nagyon fontos összegző mondatot nemrégiben, hogy hány éve is a pályán és hány éve is a földön. Igen, a legutóbb ugye itt vagytok mindannyian, a kongresszusi központban osztottam meg a közönséggel, addig nem beszéltem róla, csak a koncertnek egy adott pillanatában meséltem el, hogy 25 éve a pályán, és 50 éve vagyok a földön, és ezért csak hálába tartozhatok. Hát mi meg neked köszönünk mindent,
ezt a beszélgetést is, meg azt, hogy most itt együtt lehettünk sok-sok vendéggel, és hát a legjobbakat kívánom. Mi lenne az, amit most kívánhatnék neked elsőre, amit szeretnél, hogy teljesüljön? Az, hogy minden maradjon így ezekkel a kedves vendégekkel, és hogy mindig az élet, most a szakmai életről beszélünk, mindig adja meg azt a lehetőséget, hogy a felkészülésemhez méltó partnerekkel muzsikálhassak együtt. Igazából én semmi másra nem vágyom már, csak hogy egy belső érzelmi világot meg tudjak osztani az emberekkel.